big boom. Sziasztok! Csekkeljátok le most a shopomat a különleges PG-t és Danis termékekért, és akár most engem is megkaphatok, hogyha szeretnétek. Link a leírásban. Szeretném venni és olcsó játékokat, akkor csekkeljátok le a g2.com-ot, a link a leírásban. Hello mindenkinek, sziasztok, Sáckider vagyok, és itt vagyunk egy következő Minecraftos videóban. Csáló mindenkinek, sziasztok! Nos, ebben a videóban nem más lesz, mint elkezdünk egy új túlélést ezen a kis szigeten. Annyi lényeg, hogy kis elvileg elment való a hajó túrázni, vagy nem tudom, és ha minden igaz, valahol itt fognak majd eljönni. És igazából szeretném meglepni azzal, hogy nem tudom, megállítom a hajót, vagy valami. És a lényeg, hogy nem tudom, igazából valahogy szeretném őt így meglepni. Viszont annyi a lényeg, hogy elsősorban itt azért valamennyire túl kéne mégiscsak élnünk. Ugyanis hát mégiscsak nem vagyunk nagyon úgy felszerelve semmilyen cucca, meg ilyenek. Szóval arra gondoltam, hogy addig is elkezdünk itt túllőzni. És hát hogyha esetleg ti is benne vagytok abban, hogy egy kicsikét majd meglepjük kist ezzel a ötlettel, vagy nem tudom, akkor mindenféleképpen dobjatok egy hatalmas nagy lájkot és feliratkozást a csatornára, vagyis erre a videóra, meg minden. És írjátok le a kommentben, hogy még milyen videókat akartok látni, kissel akartok videókat látni, stb. Stb. Tudjátok, a szokásos dolgok. Na de, van egy csomó fánk, ebből mi tudunk csinálni egy csomó jó cuccot. Például tudunk csinálni botot, amiből tudunk csinálni, mindjárt mondom, tudunk csinálni például facsákányt. A facsákány az olyan hasznos, ugyanis tudunk csinálni abból, szóval abból tudunk szerezni köveket, meg ilyeneket. És hát ja, igazából meg is van nagyjából, hogy úgymond miket kell csinálnunk, és úgymond mik a cuccaink, mik a feladatunk, szóval ja, csináljunk egy kőcsákányt minimum, ugyanis kellenek azért valamennyire alapcuccok, mert például a hajó nem tudom, hogy fog feljutni. Tehát, hogy az mondjuk alap, hogy kell majd létre, kellenek ilyen cuccok, van vas. Vas az mondjuk nagyon jól tud jönni, mert nem tudom, mondjuk vas cuccokra majd, de majd ezt szerintem itt hagyom, aztán majd később majd kiszedjük. Na de, mondjuk 11 kő nekem bőven elég lesz, ennyi azért már csak elég van amennyi alap felszerelésünkhöz. Szóval csináljunk egyből mondjuk egy kőkardot, meg itt ugye lehet vannak itt cápák, vagy valami, tudjátok. Van még, elfogyott a fa, ja nem, ott van a fa, jó van, oké, buta vagyok. Na, szóval csinálunk egy kőbaltát, és csinálunk ebből jó sok létrát, ugyanis valahogy mégiscsak fel kell majd másznunk arra a hajóra, meg kéne csinálnunk csónakot, meg mindenféle ilyen dolgot. Szóval ja, ezek most szépen a tervek. Egy házat amúgy alapból már ideje azért csináltam, hogy azért valamennyi cuccunk, vagy valami szigetünk már azért csak legyen. Ja, oké, és csináljunk jó sok létrát. Nem tudom, hogy mekkora lesz ez a hajó, amivel jönni fog, de hát 6 létre lehet, hogy nem lesz elég. Szóval valamennyit még azért így csinálok. Jó, oké, és így is van, nagyon király. Jó van, oké, na, gyors már csak igazából, hogy hajót kell léptenünk, és útnak is indulhatunk. Legalábbis hát remélhetőleg útnak fogunk tudni indulni. Onnantól kezdve már csak kist kell megvárnunk, hogy vajon mikor fog megjönni a hajóval, és még megcsináljuk gyorsan a csónakjainkat. Mindig kell tartalék csónakot csináltok, srácok, ezt jelezzek meg, nagyon fontos. Ugyanis bármikor összetörhet a ti csónakotok. Szóval, várjunk kise, és hát remélhetőleg megjönnek. Oké, hallom a hajó kürtjét, valamerre erre kell, hogy legyen. Ott is van a hajó, jó van, oké, gyerünk gyorsan, menjünk. Gyorsan menjünk fel a hajóra, ez az jó. Oké, és nehogy elmenjen. Mondjuk, ahogy látom amúgy, nem tudom, furcsa ez a hajó, egy kicsikét így, nem tudom, mint hogy itt így csak így állna, vagy nem tudom, én azt hittem, hogy a hajók azok mennek, vagy valami. Na jó, mindegy, gyors, menjünk fel, vagy valami ilyesmi. Ott látok amúgy közben delfinek? Szerintem azok delfinek, takarnyosak. Na jó, oké, és ki is, mi van itt? Mi van itt a hajón? Ezt látjátok ti is, hogy minden tiszta vér, meg ilyenek? Ki is? Jó, keressük meg, biztos hol itt kell lenni. Istenem, mi történt? Jaj, mi történt? Hol vagyunk? Mi történt? Mi áll a hajó? Hol vagyunk? Ki is? Dani? Szia! Hogy került te ide? Hát te meg akartak lepni, hogy megleplek így a hajón, meg ilyenek, hogy felszökök. Hát hurra, örülök neki, de mi történt? Hát nem tudom, mi történt? Hát, úristen, mennyi vért furcsa van itt. De... Hát az történt, hogy ugye jöttünk erre a hajóval. Igen. És neki ment a hegyoszlopnak a hajó. De hogy haltak meg a többiek? Vagy mi történt itt a hajón? Nem tudom, de hogy várjál. Ha jól emlékszem itt, jó. Úgy történt, hogy jött erre egy cápa. Cápa? Aha, és az meglógált a hajónak a motorait, lapátjait, az, ami megy el, mi visz előre a hajót.
Aha, de várjál! És akkor így ugye leállt, és a hajó kirakt így a seggét, és akkor neki ütköztük ennek a hegyoszlopnak. Uram, atyám, de... és hogy... mit tudom? És olyan fáj, de nem tudom. Na várjál, megpróbálom megjavítani gyors a hajót, csak nem lehet annyira gáz meg ilyenek. Biztos, hogy van valami megoldás. Dani, ha te ezt megépíted, akkor én nem tudom, mit mire. Hát jó, na, hát valami megoldás. Á, nagyon fáj mindenem. Jó, nyugi kis, mindjárt visszamegyünk a szigetünkre, aztán nézzél, és segítek neked meg minden. Nem tudom, hogy ez így hogy történt, vagy miért történt. De mondj, ne légy már vízre, hát cápa van. Milyen? Biztos nincs, milyen cápa? Itt nincs csak cápa. Mondom, cápa vízre. Láttam előbb egy delfin, de az nem cápa kis. A cápa meg a delfin között azért van különbség. Remélem mindjárt fog elúszni valahol. Dehogy fog elúszni, nyugi már, nincs. De úgyis elfog. Nincsenek itt cápák, nyugi már, azért a cápák eléggé ritkák szemben a tengerekbe. Mi az? Tani, ott a mellett a jobbra! Jaj, ne viccelj már! Segítség! Jézusom! Megmondtam, te lüke! Megmondtam! Jó, Lisa! Te kis! Megmondtam! Jó, oké, megmondtad, jó, rendben van, igazad volt. Istenem. Oké, van másik túlélő itt a hajón? Szerintem nincsen. Te hogy mert körülnéztem, csak nagyon elájultam, amikor jöttél hozzám. Jézusom, konkrétan az egész hajó hullák bele, de ezek nem hiszem el. Jó, oké, figyelj, el kell jutnunk valahogy a szigetünkre, jó? Valahogy csónakkal eljutunk. Jó, menjünk. Gyere, direkt hoztam több csónakot. Várj, Fenn vagyok a hajó tetején, figyelj, gyere ide. De várjál már, hogyha egy ilyen hajót tökre tudod tenni, akkor amit csónakjunk, az gyerekjáték neki, nem? De hát hol van az a te szigeted ott? Hát arra fele, igen. Na hát akkor se, mi van a tuszkád, ami? Jaj. Hol van a hajó? Figyelj, sietünk el, nézd, odaadom a te hajódat, oké? Ez lesz az én hajóm, oké? Jó. Ott van. Várj, jó. Várj, mert eltudom a figyelmét, nézd. Kaja, ott a finom kaja. Oké, jó, most menjél, Most menjél, gyerünk. Gyerünk! Te már a hajó! Én is jövök! Jézusom! Itt van! Jó, remélem! Jó, láttam! Menjél! Még két tetszik! Ne! Ne meghalod, Dani! Kis Gyorsan! Jézusom! Jézusom, Dani! Ilyen többet ne! Jaj! Jön utánunk! Mi? Ne! Ott jön! Gyere ki! Jó, én hát nem tudsz följönni, ugye? De remélem, hogy nem, hát csak nem tudsz szárazföldre, hogy fel tudsz jönni. Szia, cápa! Hello! Jaj, Dani! Dani, ilyen nincs! Ah, Isten, mi vagyunk, ugye? Mi mész oda? Jó, na, bocs, de... Ah, Istenem, jó! Oké, na... Következett a szigeted? Igen, ez az én szigetem. Komolyan, én nem vettem hajózni, te meg így tünteted a világaidat tovább. Hát jó, na, hát meg akartak lepni téged így alapból, így jól oda megy. Na, szóval, jó, na mindegy, nem érdeket, Dani, mi a terv? Hát valahogy túl kéne élnünk, valahogy haza kéne jutnunk, a cápa nélkül, mert ez itt fog minket cseszegetni örökké. Akkor csináljunk valamit, arra gondolsz? Nem tudom, kéne valamit, valamilyen megoldást kéne találni arra, hogy hogyan bírjuk megölni, vagy csapdába ejteni. Figyelj, mi lenne, hogyha elcsalnád, én meg addig elmenekülnék, na? Hova? Hát elcsalnád mondjuk messzire, én meg addig elmenekülök, azt majd küldök segítséget. Jó, de valamit tettem, vagy dolgot hagysák már magamnak. Na oké, jó. Hát nincs semmi. Jó, amúgy nem foglak itt cserbe hagyni, nyugi, tehát, hogy nem vagyok olyan. Na, figyelj, a lényeg, hogy valahogy meg kell ölnünk őt, tehát valami, nem, van kőkard. Nem tudom, mi lenne, hogyha csapdát csinálnánk, vagy valami? Hát milyen csapdát, te? Hát nem tudom, valami csapdát csak lehet csinálni egy cápa ellen, nem? Hát, várjál már, várjál. Ha fából csinálunk egy csapdát, akkor az biztos, hogy ki tudja harapni, nem? Igen, tehát azért neki elég erős a fogai, vagy hát éreztek meg a harapása is nagyon erős. Hát igen, éreztem. Szóval, mitből kéne csinálni? Vajon már én találtam vasat. Itt van, lent. Ja, találtam vasat, azt, hogy kiszedjük, abból nem tudunk egy ketrecet csinálni neki? De. Ez nem is sok. Vajon, kiszedem. Jó, csak én nem tudom, hogy nem kell kaptolni. Vajon, csinálok kőcsákányt, okés?
Jó, de már én is csináltam kölcsákát, most tudom. Most kiszedtem vasakat. Jó, oké, figyelj, csinálj! Hát várjál, odaadom. Hol vagy, Dani, odaadom, megetted. Ne, kis, menj fel, és csinálj egy kemencét, és kezd el kiégetni, oké? Hát már van kemenc a házadba, te. Ja, oké, és oké, akkor csak szimplán kezd el kiégetni, jó? Jó, megyek, várjál. Én addig még megpróbálok több vasat találni, mert szerintem 4 vas nem lesz elég, szerintem 6 vas kell a rácsokhoz, nem? Hát mi, de nem kell, jó, mindegy, a lényeg, hogy kezd el kiégetni, oké, és én addig próbálok még vasat találni. Jó, égje rá. Jó, oké, és én megpróbálok még több vasat találni. Hát, ha találok, nagyon jó lenne, mert akkor tényleg viszont el tudnánk kapni végre ezt a cápát, és szabadok lennénk, és el tudnánk menekülni. És tudnánk segítséget kérni, meg ilyenek, mert azért mégsem akarjuk szerintem ezt a hajót csak így itt hagyni, vagy nem? Hát persze, hát azért sokat ér. Hát, hát dolog, hogy sokat ér, de ja, hát most azért mégiscsak, na. Jó van, oké, találtam egy bányát. Jól van, Jó, oké, és gyere nyugodtan. Próbálok keresni izét, próbálok keresni vasat, vagy valami ilyesmit. Nem találok semmilyen, ott egy izé szén. Még a szén is jobb, mint a semmi, még azt is esküszöm kiszedném. Csak meg fogok fulladni. Jaj. Oké, gyors szedjük, oké. Okay. Jó, csak egy szenet hagyd szedjek ki. Jó, megvan. Jó, gyerünk gyors vissza, jó! Oh. Oké, okay, jó, majdnem megfulladtunk. Na jó, van fákjám, ez már haladás. Azt hiszem. Jó, már én még mindig is élek, bányászok. Jó, oké, próbálj meg vasat keresni, az a legfontosabb most. Hú, Istenem, nem tudom, hogy jutottunk egyszerűen tényleg ilyen helyzetbe. Komolyan mondom. Erre, itt van vas. Meg van szén is. Dani, itt van izé. Ketred. Itt volt az előző videóm, tudod? Itt volt az előző videód? Hát, meg tudod, amikor nem is tudom már kivel harcoltam meg. Herobri néve, nem tudom. Nem tudom, mindegy, de ez most nagyon jól jön nekünk. Oké, szedd ki az ketreceket. Jó, mennyi vas? Ez a srácok, jó, meg vagyunk menekülve. Azt hiszem, jó, szerek azért pár szenet is, nem tudom minek. Oké, gyors azokat szedd ki, kiszedem a glowstone-t. Lehet, hogy a fény az úgy segít, nem tudom, oda csalni őket, vagy valami. Jó, oké, és megvagy? Várjál, még itt vannak vas. Jó, oké, és a vast is szedd ki, meg mindent szedjél ki, amit csak tudsz. Jó, én ezt a vasat gyors kiszedem. Oké, zsír, és akkor mehetünk mindjárt szépen csapdát csinálni. Ez az, yes! Végre meg tudunk menekülni. Már nincs más dolgunk, csak annyi, hogy becsaljuk egy csapdába. És igazából nem tudom, hogy ott mit csinálunk vele. Lehet, hogy nem tudom, meg kéne együk, vagy nem tudom, cápa húsi az finom? Cápa! Szerinted finom amúgy? Hát én nem tudom, állítólag szoktak elni cápát, de az, hogy finom, azt én nem tudom, én csak a húsikát szeretem. Jó, van mindegy, merről jöttünk? Mert ugye esküszön emlékszem. Gondolom, hogy nem a fentről a létráról. Hallod, merről jöttünk? Hát fentről valahonnan. Hát nem minden lentről szerintem, jó van. Esküszöm, hogy elfelejtem, hogy merről jöttünk, de szerintem... Erre. Igen. Innen, nézd, innen te! Ja, tényleg, jó, okés. Zsír, jó van, oké, na, gyors menjünk vissza, és akkor csináljuk meg azt a csapdát, meg mindent, és hát remélhetőleg sikerülni fog, várjál kicsikét visszább, és valahol én leestem fentről. Itt van, ez az. Itt van? Jó, oké. Okay. Na, várjál, van létrám. Ki is? Jó. Várjál. Na, lerakom a létrákat. Jó, oké. Okay. Na, király. Oké, okay, jó. Szóval gyors, akkor menjünk vissza. Köszi. Na, szóval gyors, meg a csapdát, meg mindent csináljunk meg, készítsünk elő. És akkor valahogy tényleg zárjuk be azt a cápát. Valahogy muszáj lesz. Jó, oké. Jó, kint is vagyunk. Valahol amúgy még vajon itt van a cápa. Jó, mit történt a házunkkal? Ezt mind a cápa csinálta? De nem, most oda minden, kemence, minden. Istenem, jó, nem baj. Volt izénk, jó van, volt crafting table-ünk, jó van, mindegy. Nem baj, jó, oké, kezdjük el égetni. Kezdjük el szépen égetni a vasat. Na figyelj, valahol legyen így itt a csapda, nem tudom, nálad mennyi lánc van. Remélem, nálad is így van mennyi. 9. Jó, oké, és... Odaadom. Jó, oké, jó van. Na, szóval, legyen valahogy így mondjuk ez a cápa csapda. Ide azért kintre is csináljuk, mert nehogy végén tényleg megtámadjon minket. Jó, hú, jaj. Ezt nagyobbra kéne, jó, még fog kellene még ilyen lánc. De mi nem látom, már lejövök a vízzel a hátra látom. Jó, menjél felfedezni hátat, én látom. Szerintem nincs itt. Nincs itt, elment? Nincs itt, én nem látom, nem úszik felém. Jó, oké, és igazából is nagyon látom, királyság, jól van. Na, én addig viszont akkor megcsinálom a izéket. Biztos, hogy nincs itt? Nincs itt, hajnám, itt úszok a vízbe. Nehogy azért megfulladj, igyázz. Már iszok, vagy iszok, szívok egy kis levegőt. Jó van, oké. Addig küldök be.
Jaj, Dani! Vigyázz, vigyázz, gyere gyorsan, kis! Kis! Jó, oké. Te, nem vagy normális, ha vagy, de meghaltam miattad. Jó, segíteni akartam, bocsi. Jó van. Na figyelj, annyi a lényeg, hogy amint bejön ebbe a csapdába, valakinek be kell zárnia. Hú, jó van. Oké, na szóval oda is. Oké, és így ennyi. Jó, szóval amint bejön ebbe a izébe, itt kell lenned, nézd kis. Várjál, kiszerelk egy vasat, meg kell. Szóval, te akarsz lenni a csali, vagy te akarsz lenni az, aki bezárja? Melyik szeretnél lenni? Várjál, leszek a csali, jó? Oké, jó, legyél akkor a csali, figyelj. Hú, várjál, több vas, még azért nem lenne rossz amúgy. Ú, annyi szened van? Wow, oké. Jó, sok azt szenet találtam. Azt tettem, én is amúgy. Jó van, oké, és na, figyelj, akkor ez lesz itt a csali cucc, ott van a cápa. Nem tudom úgy, hogy mennyi okos. Hogy? Oda jön feléd, menjünk rá! Ne, kis! Jézusom, nem! Jézusom, na jó, kis, csinálhatjuk a játékot? Várjál, kell egy sárkány, vagy mi kell? Amit kidobott nekünk. Ja, ne, ez csali volt! Haha, kösz az OP almát! Hallod, mi okos? Mondjad! Már itt van a cuccok. Milyen cuccok? Ó, oké, köszi. Jó van. Na, érezek, Csali. Júj, várj, kis, köveket ad ide. Itt egy ópialma, nem kell kő. Majd izével beláncolom, oké? Ugorjál be. Várj, beleugrok a vízbe, és akkor megnézzük, hogy jövök. Júj! Csabis be ide, tehát kövessen ideig a ketrecbe, oké? És én majd bezárom. Nem láttam sehol még. Biztos, hogy itt kell lennie. Ordibálj, hogy szápa vagy valami, hogy finom vagyok, vagy valami csak beválik. Szápa, finom vagyok, Nyugi! Kaptuk! Jó! Oké, jaj, ne, tényleg nehogy kiugorjon! Elkaptuk a cápát! Jó, de jó! Akkor most szépen kiveszek! Most! Adj két! Mondd, Dani, adj egy botot! Botot? Tessék, itt van! Jézusom! Uram, atyám! Jó van! Na jó a cápa! Szegény fejlődik! Hogyha még egyszer megtámad minket, akkor ez lesz a te sorsod! Ez a te sorsod! Nem bírom megütni! Kis, szerintem nyugi, szerintem hagyjuk, jó? Itt úgyis el lesz, nem? Hát... El lesz, remélem érihet, jó. Csak nem tud már innen kijutni legalábbis, hát remélem. Mondjuk, hát nem tudom. Hát figyelj, láttam olyan videókat, hogy kettőcek voltak, szóval biztosan el tudja királni. Figyelj, menjünk vissza a hajóra, jó? Jó, most itt hagyjuk. Hát hagyjuk itt szerintem, nem? Jajajaj. Na figyelj, lerakom ide a tetszónakodat, menjünk vissza a hajóra, mert elvileg van egy helikopter, azzal biztos, hogy el tudunk menni valahogy. Persze. Jó, Istenem. Hú, jó. Jó, Dani, Istenem, ez nagyon veszélyes volt. Hát ez eléggé veszélyes volt. Hát, uram, atyám. Azért erre nem szívesen fogok visszaemlékezni, ez biztos. De srácok! Megcsináltuk! Bezártuk a cápát, túléltünk, és hát ja, szerencsére minden jól sikerült a végére. Szóval srácok, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltok meg ebben a videóban. Egy kicsit hosszabb lett, mondtátok, hogy igazából akartok egy kicsit hosszabb videót, szóval ezért arra gondoltam, hogy legyen már egy hosszabb videó, szóval ja. Nem tetszett, és hogyha igen, akkor dobjatok egy like-ra, szok fel minden. A következő videó kezdeni fog a Danikának nevű csatornán, és majd a kis csatornáján is lesz videó. Szóval azokon majd találkozunk. Én addig is Dani voltam, ő pedig Kis. Sziasztok! Sziasztok!